Ahogy az egész országban, úgy megyénkben is komoly kihívás jelent a javuló gazdasági és foglalkoztatási helyzet révén kialakult munkaerőhiány. Ennek megoldása együttműködést kíván. Ez volt az egyik fő témája annak a munkáltatói fórumnak, amelyet kedden rendeztek a Megyeházán. Az eseményt az Út a munkaerőpiacra elnevezésű projekt keretében szervezték, amelynek fő célja, hogy az elsődleges munkaerőpiacra tereljék a közfoglalkoztatottként dolgozókat. Minden családnak, minden személynek szeretnénk segíteni, aki pillanatnyilag munkanélkül van, vagy közfoglalkoztatott. Szeretnénk a versenyszférában találná meg a helyét, magasabb jövedelemért, kellemesebb, komfortosabb, biztonságérzettel, gazdagabb világért. Ebben a helyzetben természetesen támogatást is kell adnunk, nem csak kívánalmakat megfogalmaznunk. Erre kiváló hivatal, kiváló rendszer ez, amit működik, és hát azokról a támogatási formákról fogunk a tájékoztatást adni, amellyel segíteni tudunk. A támogatási formák mellett nagyon fontos, hogy képzési lehetőségeket is tudjunk ajánlani, hiszen látható és teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok munkát keresőnél alapvetően az a hiányosság, hogy nem rendelkezik azokkal a képességekkel, ismerettel, tudással, a mai modern kor követelményeit már megfogalmazza. Idén 10 milliárd forint Európai Uniós és 600 millió forint hazai forrás áll rendelkezésre, hogy az érintettek elhelyezkedését segítsék. Ebből az összegből évvégéig 8000 embernek biztosítanának állást. Tavaly október óta ezt már 3800 ember esetében sikerült a megyében. A 25 év alattiakra külön figyelnek, hiszen fontosnak tartják, hogy már fiatalon megismerkedjenek az elsődleges munkaerőpiaccal, és hogy itt találjanak munkát. Szabolcsban egyébként javuló tendencia figyelhető meg a foglalkoztatottsági adatokat tekintve. Az országos átlag alatt van a foglalkoztatottság is, illetve hogyha a munkanélküliséget nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az országos átlag fölött van, viszont évről évre zárul az olló, és évről évre javul nálunk is a munkaerőpiaci helyzet. Ma már az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik azokon a helyeken, ahol van felvétel, azokon az helyeken meg tudjanak jelenni, és jó eséllyel munkahelyet is kaphassanak. Növekszenek azok az igények, amelyeket a vállalkozások fogalmaznak meg a számunkra, mind a munkaerő képzettségét, mind pedig a munkaerő létszámát tekintve. A fórumon a munkaadók, munkakeresők és az érintett hivatalok képviselői egyaránt elmondhatták véleményüket egy gyümölcsöző kapcsolat kialakítása érdekében. A következő hónapokban pedig a megye valamennyi járásában terveznek hasonló eseményt.